Érvényben a vörös kód, a hideg időjárás miatt a szociális intézményeknek kötelező befogadniuk a bajba jutottakat. Csalók a neten, érdemes körültekintően tűzifát vásárolni az online térben, figyelmeztet a Nébih. Fejlesztések nagy halászban, bölcsődeépítés és energetikai korszerűsítés is szerepel az önkormányzat 2024-es tervei között. A rendkívül hideg időjárás miatt hétfő estétől életbe lépett az úgynevezett vörös kód. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A vörös kód azt jelenti, hogy valamennyi szociális intézmény számára kötelező a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadása. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára bejelentette, hogy az intézkedés előre láthatólag szombat reggel 8 óráig lesz érvényben. A politikus arra kér mindenkit, hogy aki bajba jutott embert lát, értesítse a hajléktalan ellátók diszpécser szolgálatát. A krízis helyzetben lévőkre a vármegye székhely önkormányzata is nagy figyelmet fordít a következő napokban. Nagyon fontos az, és arra helyezném a hangsúlyt, és felhívnám erre mindenkinek a figyelmet, hogy működik Nyíregyháza székhelye egy diszpécser szolgálat, a Periféria Egyesület működteti, az ő hatáskörük viszont regionális, tehát a vármegye valamennyi településére vonatkozik. Tehát aki lát hajléktalant, vagy ő maga segítségre szorul, akkor hívja a diszpécser szolgálatot, mert ők krízisautóval rendelkeznek, tudják és tartják a kapcsolatot a bentlakási intézményekkel, hogy kinek hol áll a kapacitása, és tudják azt, hogy hol érdemes igénybe venni, hogy hol tudják igényben az ellátást. Tehát nyilván célszerű a lakóhelyhez ez minél közelebb, akár kis települések, vagy nagyobb településekről van szó. A központi helyeken lévő hajléktalan ellátó rendszerek ilyenkor talán zsúfoltabbak az átlagostól, tehát célszerű helyi szinten tartani ezt az ügyet és a megoldást is. Ebben segít a Periféria Egyesület, mondom, vármegye bármely településéről lehet keresni. Vannak, akik nem csak télen, hanem az év egészében segítségre szorulnak, jól példázza ezt, hogy 2023-ban is telt házzal működött a Családok Átmeneti Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény éves szinten csaknem 100 család idéglenes lakhatását biztosítja. A 2023-as inflációs környezet ellenére a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményben mindent megtettek azért, hogy ebből sem a dolgozók, sem pedig a szolgáltatást igénybe vevők ne érezzenek semmit, mondta el Nagy Erzsébet, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény igazgatója. Az intézmény szervezeti keretén belül jelenleg 9 bölcsőde, valamint egy családok átmeneti otthona és egy gyermekek átmeneti otthona működik. Ennek feltételeit a szociális munkásoktól és bölcsödékben dolgozó kisgyermeknevelőkön át az egyéb szakemberekig 246 fő biztosítja. A Családok Átmeneti Otthona jelenleg is teltházzal működik. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezete keretein belül két olyan intézmény működik, ami otthont nyújtó ellátást biztosít családok, illetve gyerekek számára. Ilyen intézményünk a Gyermekek Átmeneti Otthona, valamint a Családok Átmeneti Otthona. Azt tudni kell, hogy az intézményünk folyamatos nyitvatartással és folyamatosan biztosít szolgáltatást a családok, illetve a gyermekek számára. Ez azt jelenti, hogy az intézményben a családok bent laknak, ellátást kapnak, nem csak természetbeni ellátásokat, hanem ugyanazt a segítséget, ami lelki támasz, ügyintézés, és minden olyan dolog, ami egy család életében, a család összetartásában és a család fennmaradásában szükséges. Szintén folyamatos teltházzal működött 2023-ban a Gyermekek Átmeneti Otthona, ahol 16 gyermeknek nyújtanak ellátást napi 24 órában. Az intézményünk, a Családok Átmeneti Otthona 40 embernek nyújt ellátást, a Gyermekek Átmeneti Otthona pedig 16 gyermek számára biztosít ellátást. Azt tudni kell, hogy az intézménybe történő bekerülés folyamatos, ami azt jelenti, hogy beköltöznek, és vannak családok és gyerekek, akik hazakerülnek, kiköltöznek az intézményből, és a helyükre ugyanúgy költözik újabb család, és igénybe veszik a szolgáltatásunkat. Ez éves szinten 80-100 családot jelenthet.
Ez attól függ, hogy mennyire tudják a családok megoldani az intézményből történő távozásukat. Továbbá azt tudni kell, hogy az intézményben egy éves időtartamban vesznek részt, vagy lakhatnak a családok, amely meghosszabbítható fél évvel, tehát így összesen másfél évet tartózkodhatnak a családok az intézményben. Ezt követően valamilyen más formában oldják meg a lakhatásukat. Hozzátette, az intézmény szolgáltatásai a gyermekek számára magában foglalják az iskolába, óvodába való eljuttatást, ezen felül pedig a pszichológiai szolgáltatást, a másnapi iskolára való felkészülést, valamint a rendszeres korrepetálást is. A tartós fagy mellett a viharos erejű szél is megérkezett a vármegyébe, bőven akadt emiatt feladata a tűzoltóknak hétfőn. A lánglovagoknak csaknem 10 esetben kellett közbeavatkozniuk azért, hogy felszámolják a szél okozta károkat. Újfehértó és Hajdúdorok között, Nyíregyházán a Sipkai Barna utcában, Pátroha és Domrád, Mezőladány és Mándok között, Baktaluránt házánál úttestre dőlt fa, amely akadályozta a forgalmat. Nyírtelken ketté hasadt egy fűzfa, amely a szomszédos lakóház tetejére dőlt. Nyíregyházán a Szegfi utcában egy lemezfedésű épület tetejét bontotta meg a szél. A város hivatásos tűzoltói gépezetes tolólétra segítségével a lelógó lészeket eltávolították. Nyírtelken családi ház kertjében álló fútja sátor fémkeretes ajtaját a szél leszakította, és a szomszéd udvarán álló cseresznyefán körülbelül 5 méteres magasságban fennakadt, veszélyeztetve az elektromos légvezetéket és az arra közlekedőket. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a vezetékszakasz feszültségmentesítését követően motoros láncfűrésszel a fágat eltávolították, és az ajtót leszették. Továbbra is rengeteg a csaló az online térben, az internetes tűzifa hirdetések 4/5-e bukott meg a Nébik tavaly novemberi szúrópróba-szerű próba vásárlásai során. A csalók különösen gyakran hirdetnek a legnépszerűbb közösségi oldal adok-veszek felületén. A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy ezekről a helyekről rendkívül kockázatos tűzifát rendelni. Fakitermelés a sóstói erdőben. A kivágott akácok egy része tűzifaként hasznosul, amely aztán a szociális tűzifa program révén vagy megvásárlás útján jut el a háztartásokhoz. Eddig a szokásosnál jóval enyhébb volt a tél, vasárnaptól azonban betörtek a minuszok, így azok, akik nem készültek fel kellőképpen, most próbálnak elegendő tüzelőhöz jutni. A vásárlók ilyenkor megpróbálják a lehető legolcsóbb megoldást választani, erre építenek a csalók is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az elmúlt hónapokban különösen a Facebook Marketplace-en bukkant rá hamis hirdetésekre. Az a tapasztalatunk, hogy a hazai online apróhirdetési portáloknál a hirdetéseket felvevő ügyfélszolgálatok most már nagyon sok ellenőrzést elvégeznek, és próbálják kiszűrni, hogy csalók fel tudjanak adni hirdetést, vagy beazonosíthatatlan személyek hirdetést adjanak föl. Viszont az online közösségi portáloknál, például a Facebook Marketplace-en ilyen ellenőrző ügyfélszolgálat, vagy ilyen ellenőrzési funkció nincs beépítve, és ezt sajnos a csalók ki is használják. Arra törekednek, hogy őket ne lehessen azonosítani, és kedvező árral, vagy kedvező szállítási feltételekkel megpróbálják lépre csalni a olcsóbb lehetőséget kereső ügyfeleket. A Marketplace-en megjelenő tűzifa hirdetések megbízhatatlanságát jól jelzi, hogy a hirdetők több mint fele meg sem adja a telefonszámát, kizárólag privát üzenetben lép kapcsolatba a vásárlókkal. Szintén árulkodó jel, hogyha egy eladó nem adja meg a beazonosításához szükséges adatokat. Először ellenőrizzük az online hirdetésnél, hogy van-e a hirdetésnél úgynevezett EUTR falnyakkereskedelmi lánc azonosító. Ez egy 2 betűből és 7 számjegyből álló azonosítószám. Hogyha nincs a hirdetésben ilyen, akkor már kattintsunk is tovább, mert akkor ez egy nem jogszerűen működő hirdető. Hogyha van ilyen azonosítószám, akkor pedig, ha beütjük a keresőprogramba, hogy Nébih és EUTR, vagy EUTR és tűzifa, akkor a Nébih Erdészeti Hatóság összeállított egy vásárlói tájékoztató tematikus oldalt, és itt elérünk egy EUTR kereső alkalmazást, ebbe be tudjuk ütni ezt a azonosítót, és itt le tudjuk ellenőrizni, hogy ez kihez tartozik. Hogyha Nyíregyházán lakunk, és
Zalaegerszegről kínálnak tűzifát, akkor azért kezdjünk el gyanakodni, mert azért a tűzifának a tajlagos szállítási költsége nagyon magas. Akkor is kezdjünk gyanakodni, hogyha a hirdetésnél nincsen telefonszám vagy telephely megadva, csak privát üzenetbe hajlandó velünk kapcsolatba lépni a hirdető. Ez általában akkor fordul elő, hogyha a hirdetőnek vagy nincs is szándéka tűzifát kiszállítani, vagy ez a szándéka, hogy a tűzifa szállítása és kifizetése után, ha bármilyen problémánk van, akkor ne érjenjük el. A Nébihnek egy úgynevezett fekete listás nyilvántartása is van ezen a vásárlói tájékoztató oldalon. Itt településekre lebontva, telefonszámmal illusztrálva gyűjtötték össze azokat, akik jogszerűtlenül hirdettek tűzifát a korábbiakban. A lista folyamatosan és igen gyorsan bővül, amit a hatóság tavaly novemberi vizsgálata is mutat. Az ellenőrök szúró próbaszerűen végzett telefonos próbavásárlásai során 70 hirdetőből 56-an akadtak fenn a rostán, és kerültek rá a fekete listára. Hétfő este tolatás közben kisiklott 3 üres tehervagon az újfehértói vasútállomáson. A balesetben személyi sérülés nem történt. A műszaki mentés miatt Hajdúhatház és Újfehértó között órákig csak egy vágányon közlekedtek a vonatok. A helyreállítási munkálatok miatt az érintett szakaszon még kedd délután is 15-20 perccel hosszabb volt a menetidő. "2005 óta minden Magyarországon működő patikának biztosítania kell a lejárt vagy fel nem használt gyógyszerek begyűjtését, hiszen ezek speciális kezelést igénylő veszélyes hulladékok. A gyógyszerészek azt tapasztalják, hogy egyre gyorsabban telnek meg a kihelyezett gyűjtődobozok, vagyis a lakosság egyre jobban ismeri a rendszert és egyre tudatosabban kezeli a hulladékokat. Hasonlóan körültekintően kell eljárni a használt sütőolajjal is, az is veszélyes hulladéknak számít." Veszélyes hulladéknak számít minden, ami a jogszabályokban megadott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz bizonyos veszélyes anyagokat. Ilyen például a higany, ólom vagy az arzén vegyület. Ezek különleges kezelést igényelnek. Bár az iparban és a különböző gyártási folyamatok során keletkezik a legtöbb veszélyes hulladék, a magyar háztartások is szép számmal termelnek ilyet. Mindenki tudja a saját háztartásában, hogy mi lehet ilyen veszélyes hulladék. Egyik például a elemek, mindenféle régebbi ólom, vagy éppen modern lítium elemek, stb. Erre a legegyszerűbb megoldás nem egy elektronikai boltba, ingyen és bérmentve leadhatók ezek a hulladékok, elemek. Manapság az országban keletkező körülbelül 2000 tonna száraz elemnek csupán néhány százaléka kerül a szelektív gyűjtőkbe, pedig már a legtöbb munkahelyen és iskolában is van erre külön gyűjtőedény. A gyógyszerek tekintetében pedig még hiányosabb a magyar lakosság tudatossága. 2005 óta minden Magyarországon működő patikának biztosítania kell a lejárt vagy fel nem használt gyógyszerek begyűjtését. Erre különböző dobozok és ládák állnak rendelkezésre, amelyet aztán a gyógyszertárakat ellátó nagy kereskedők szállítanak el. Nálunk a ládák elég gyorsan meg szoktak telni, tehát azt tapasztaljuk, hogy az emberek egyre inkább tudják, hogy ez egy veszélyes hulladék, és tudatosan is cselekszenek, tehát elhozzák és ledobják ezeket a gyógyszereket. Ami fontos, és sokszor ezzel kapcsolatban felmerül kérdés, hogy használt és használt fecskendő hova tehetők, fontos megjegyezni, hogy ezekbe a veszélyes gyógyszer hulladékgyűjtő ládákban nem lehet ezeket bedobni. Ezekre külön gyűjtőedények vannak. Nyíregyházán a kórház főépületében található egy ilyen gyűjtőpont, de ezeknek a fellehetősége online elérhető, van egy önkéntes csapat, akik ezeket feltérképezik, tehát ezekre a külön pontokra dobhatók le. Országos szinten több száz tonna gyógyszer keletkezik évente, amelyek speciális kezelést igényelnek, akár csak a használt sütőolaj. Nagy mennyiségben keletkezhet még háztartásokban sütőolaj, ami valójában nem veszélyes hulladék, de mivel elég sok gondot okozhat, ha a természetbe kerül, ezért célszerű azt szelektíven gyűjteni és a megfelelő gyűjtési pontokra leadni. Ilyen gyűjtési pontokból található több Nyíregyháza város területén, ezek a sütő étolaj, használt étolaj leadó pontok, illetve ha jól tudom, több benzinkúton is leadható ezek, illetve mindenképpen leadhatunk a mi általunk üzemeltetett két hulladékudvarban, illetve még van egy Máté Szalkán is egy hulladékudvarunk, teljesen ugyanazokkal a funkciókkal és szolgáltatásokkal, mint a két nyíregyházi. Egy liternyi fáradt olaj, 1 millió liter édesvizet, azaz körülbelül 50 ember évi ivóvíz készletét változtathatja szennyvízzé.
több infrastruktúrális fejlesztést fejezett be 2023-ban a Nagyhalászi önkormányzat. A városban közel 2 kilométer hosszan újult meg a csapadékvíz elvezető rendszer, és jelentős szennyvízberuházást is végeztek. 2024-ben bölcsődeépítés, gazdasági területfejlesztés, energetikai korszerűsítés is kezdődik. A városvezetés döntése értelmében pedig januártól a kommunális adó eltörlésével csökkentik a lakosság terheit. Nehezen indult 2023 a Nagyhalászi önkormányzat számára. A város közel 30 millió forintos állami támogatástól esett el. Csökkent ugyanis a lakosságszám, aminek következtében megemelkedett az egy lakosra jutó adóerőképesség mértéke, így kevesebb normatívát kaptak. Az önkormányzat a nehézségek ellenére több beruházást is befejezett az elmúlt egy évben. Közel 2 kilométer hosszan megújult a csapadékvízelvezető rendszer az Arany János utcán, a város külterületén pedig szennyvízelvezető épült. Közel egy 500 lakost érint ez a beruházás, és ugye ennek egy kellemes hozadéka az, hogy belterületté lesz nyilvánítva az a szakasz, ahol érintve volt a fejlesztéssel. A másik jelentős beruházásunk a csapadék vízelvezető rendszernek a felújítása, kiépítése. A Arany János úton a főutcán egy közel 2 kilométer hosszban történt meg a felújítás, és egy befogadóig kiépítésre került a vízelvezetés, amely most le is vizsgázott össze, hisz olyan mennyiségű csapadék esett le, amit szerettünk volna, hogyha évelején, évközben esik le, és a vízelvezető rendszerből a csapadék pillanatok alatt el tudott folyni a befogadóig. A várost átszelő főút felújítása is befejeződött. November végén adták át a kézberuházást. Önkormányzati utak, járdák is épültek. Ezek mellett energetikai beruházásokra nyert forrást a település, a városházát és az idősek otthonát korszerűsítik. Gazdasági területek fejlesztésére is kapnak top pluszos támogatást, melyből 3,5 hektárnyi ipari területen alakítanak ki telephelyeket, és csarnok is épül. A fejlesztések 2024-ben indulhatnak el. Ezen a látványterven már a városközpontba tervezett bölcsöde látható, amelynek várhatóan tavasszal kezdődhet a kivitelezése. Van a top pluszos pályázatunk, amelyben egy élhető település kiírásra pályáztunk, amelyben egy jelentős útfelújítás van kerékpársáv kialakításával, ez a József Attila útnak a tovább fejlesztése van benne, illetve van egy kereskedelmi inkubátorház építése a központba, és 5 közparknak a felújítása, amely szintén jelentősen hozzá fog járulni ahhoz, hogy Nagyhalász élhetőbb, szebb legyen az itt lakók és az áthaladók számára is. Fontos eredmény, hogy az önkormányzat 2023 év végén a településen élő családok számára 5000 forint értékű támogatást biztosított, 2024-ben pedig a kommunális adó eltörlésével segíti a lakosságot a városvezetés. Kiesett a HEP kupából a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, a Kék Cápák a sorozat negyed döntőjében Cegléden léptek pályára, és 98-78-as vereséget szenvedtek a hazaiaktól. 4 győzelemmel és 3 verességgel a tabella 5. helyén zárta az évet az Amatőr NB1 fehér csoportjában a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszki Gyuláni együttese az új év első meccsén vasárnap a Sereghajtó Debrecent fogadja. A mérkőzés 16 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában. Vereséggel, de pozitív mérleggel zárta az elmúlt évet az NKS felnőtt csapata. A nyíregyháziak 7 mérkőzést játszottak le az Amatőr NB1 fehér csoportjában, és ezeken 3 vereség mellett 4 győzelmet arattak. Mivel az elmúlt nyáron jelentősen átalakult a keret, és menet közben is érkeztek játékosok, Farkasinszki Gyuláni szakmai igazgató elégedett az eddig történtekkel. Ahogy kezdtük a bajnokságot, ahhoz képest ez egy egészen jó eredménynek számít, bár hozzáteszem, a legutolsó hajkerni mérkőzésünkön már megint nem tudtunk teljes létszámban részt venni, mert nagyon sok a
beteg, a sérült, tehát nagyon nehezen alakul ez az év. Azt mondja, hogy volt egymás után négy olyan mérkőzésünk zsinórban, amit megnyertünk, úgy gondolom az egy szuper teljesítmény volt, ezt kellene valamilyen szinten ebben az évben is megismételni, meglátjuk. Tehát én alapvetően elégedett vagyok a csapattal, amilyen nehezen álltunk össze, és amilyen nehezen tudjuk megoldani itt a mérkőzéseket, az edzéseket és minden más egyebet. Én úgy gondolom, az képest az eredmény egy igencsak jó eredménynek számít. A bajnokság alapszakaszában még 9 mérkőzés játszik a nyíregyházi csapat, amelyben a hiányzók miatt két meccsen már pályára lépett a korábban visszavonult Farkasinszky Orsolya is. A cél az, hogy a legjobb 6 között végezzen az NKS. Ugye vannak csapatok, akik ellen még nem játszottunk, ilyen például a BKG és az Zalaegerszeg, ott nem tudom, hogy egyáltalán milyen játékerőt képvisel, főleg úgy, hogyha megnézzük itt a bajnokságnak az eredményeit, akkor itt mindenkit ver össze-vissza, tehát igazából mindig az a csapat nyer, aki a lehető legjobb játékos állományát tud azon az adott mérkőzésen részt venni, így remélhetőleg hazai pályán ezeket a mérkőzéseket fogjuk tudni hozni, és akkor az idegenbeli mérkőzésen pedig meglátjuk, megpróbálunk ott is a lehető legerősebb játékos állományán elutazni. Szeretnénk az első 6-ban bennmaradni, hogy az első 6-ban vagyunk, akkor a piros csoporttal játszunk az 1-től 16 helyért, ha nem, akkor megyünk a zöld csoporthoz, és akkor ott fogunk játszani a 17-től 36 helyet valamelyikéért. A nyíregyházi kosársuli vasárnap 16 órai kezdettel a sereghajtó Debrecent fogadja a Szent Imre csarnokában. A 11. forduló további párosítása a következő: Szent Pál Akadémia Zalaegerszeg, Baja Zsíros Akadémia Kőbánya és Sziget-Szent Miklós 2 Ajka. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A rendkívül hideg miatt hétfő estétől életbe lépett a vörös kód. Fülöp Attila, a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára bejelentette, hogy az intézkedés előreláthatólag szombat reggel 8 óráig lesz érvényben. A következő napokban valamennyi szociális intézmény számára kötelező a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadása. Tavaly novemberben 70 hirdetésből 56 interneten hirdető tűzifaárus bukott meg a Nébih szúrópróbaszerű próbavásárlásain. A csalók különösen nagy százalékban árusítanak hamisan a legnépszerűbb közösségi oldal adok-veszek felületén. A hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy rendkívül kockázatos az online térben tűzifát rendelni. Eltörli a kommunális adót Nagyhalász önkormányzata. A város vezetés azért döntött így, hogy januártól tovább csökkentse a lakosság terheit. A következő hónapokban több fontos fejlesztés is megvalósul a városban. A 2024-re tervezett beruházások között bölcsődeépítés, gazdasági terület fejlesztése és energetikai korszerűsítés is szerepel. Január 9-én kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, szerdán este ismét várjuk majd Önöket a megye legfontosabb történéseivel. Nézzenek minket akkor is. Viszontlátásra! Szerdán a folyamatos napsütés ellenére hideg idő várható, a légmozgás országszerte legyengül és déliesre fordul, csapadékra a nap során nem kell számítani. Napközben a hőmérséklet -1 és +2 Celsius fok között valószínű.